Ősz van, hidegebbé, párásabbá és komorabbá vált az idő. Ezzel párhuzamosan pedig a jószágok élete is megváltozik. A baromfiak esetében például megjelennek olyan betegségek, amelyeket ez az időszak tud előhozni. Dr. Varga Miklós szerint ilyen például a baromfi himlő is. Tudni kell, hogy ez egy vírusos betegség. Azt szoktam mondani a baromfi tartóknak, hogy ne azzal foglalkozzon, hogy ezt most hogy lehetne úgy megelőzni, vagy kivédeni, ne jelenjen meg, ez meg fog jelenni, ezen átesik a baromfi. Viszont amivel foglalkozni kell, az az, hogy milyen szövődményei lehetnek ennek a baromfi himlőnek. Előfordul ugyanis, hogy egy jó ellenálló képességű állomány gond nélkül átesik rajta, egy kis vitamint itat vele a gazda, hámvédő vitaminokat, és akkor nem történik semmi probléma. De előfordul, és ez fontos, hogy megjelenik akár egy hasmenéses probléma a baromfiaknál, akár légzőszervi dolog, tüszkölnek, fejüket rázzák, ezzel viszont már foglalkozni kell. És akkor megvannak azok a megfelelő készítmények, amit javaslok, hogy használni kell, és az állományt le kell itatni vele. Természetesen, ha ilyen kezelésben részesülnek az állatok, akkor van egy bizonyos várakozási idő, amíg a tojásból és a húsból kiürül a készítmény a gyógyszeres kezelést követően. A másik betegségfajta az orsóférgesség, amely megelőzhető lenne, hogyha egy-egy elhullott baromfit időnként felboncoltatnának a gazdák az állatorvosukkal. Számtalan esetben orsóférgességet állapítottunk meg. Ezt kívülről nem nagyon látni a baromfi, meg nem tudja, mire vélni a gazda, hogy eteti hetek vagy hónapok óta, és nem megy semmire a baromfi. Én tehát azt javaslom, hogy mindenképpen keressenek fel állatorvost, van erre lehetőség, és boncoltassák fel ezt a baromfit. Az orsóférgesség mellett vannak olyan vírusos megbetegedések is, amelyek komoly problémákat tudnak okozni. Ezek általában 4-5 hónapos korban jelentkeznek, és leginkább a jószágokat a fejlődésben veti vissza. Itt két olyan betegség van, amivel találkoztam, a baromfi leukózis és az úgynevezett marekféle betegség. Ezek mindegyik vírusos betegségek, és ami a jelentősége az az, hogyha ezt napos korban, amikor megvásárolják magával hozzá a baromfi, csak 4-5 hónapos korban jelentkezik ezeknek a betegségeknek a daganatos formája. És akkor itt a háziasszonyoknak mondanám, hogy amikor levágják a baromfit, nézzék meg a máját, a lépjét, ugye ezek is sokan azt hiszik, hogy ez valami szívszerű képzően, ugye lép, kis piros szerv, de a lényeg. Ezekben a szervekben, mint a szalonna, így is mondjuk szalonnás fényű, daganatok, duzzanatok, gócok jelenhetnek meg. Ha ilyennel találkoznak, megint azt javaslom, hogy forduljanak állatorvoshoz, ugyanis ezeket a betegségeket csak egyensúlyban lehet tartani, és féken lehet tartani, de azt szoktam javasolni, hogy tavasszal le kell cserélni az állományt, tehát az új baromfiak már ne találkozzanak ezekkel, mert átfertőződnek, és ezt hordozzák magukkal, és ez bizony kiesésben jelentkezik, tehát a kártétele abban nyilvánul meg, hogy egyrészt az állománynak akár 30-40%-a sovány nem megy semmire, egy daganat ugye ezt eléri, nem úgy tojik, hát azért van a tyúk, azért tartjuk meg, és ez ehhez fontos, itt azt mondom megint, ha ilyet találnak, látnak, akkor szólni kell állatorvosnak és megbeszélni vele a probléma megoldását. Természetesen, ha valaki ilyen baromfit vágott le, ne fogyassza el a bensőségeket, inkább mutassa meg az állatorvosának, és ő majd eldönti, hogy mi használható föl és mi nem. A másik baromfikat érintő kérdés a fipronil tartalmú rovarirtószer maradvány, amely a tojásokat fertőzte meg Nyugat-Európában. Varga doktor szerint a magyar tojás és a magyar baromfi hús készítmények ilyet nem tartalmaznak. Egész egyszerűen azért, mert ide nem került olyan takarmány, amiben benne lenne ez a rovarirtószer maradvány. A kutyáknál viszont ilyenkor ősszel a szívférgesség megjelenésére kell odafigyelni. Ez a szívférgesség egy olyan alattomos megbetegedés, amit szúnyog terjeszt, vérszívó szúnyogok terjesztenek, bejut a féreg pete a szúnyoggal vérszívása útján a szervezetbe, kifejlődik, elvándorol a szívbe, és szépen eszi, ugye, eszi a szív izmot. Amiért rá akarom irányítani erre a figyelmet, az az, hogy ez nem látható kezdetben. Tehát nem úgy van, hogy ezt a betegséget megkapja az állat, és akkor már mutatja a tüneteit, hogy nem úgy működik a szíve, tehát nem. Sajnos akkor lesz észrevehető, akkor válik észrevehetővé, amikor már nagyon komoly a kártétel, a szívizom egy részét ez a féreg megeszi. Ezért
azt javaslom az ebtartóknak, hogy igenis használjanak olyan készítményeket, ami nem csak bolha, kullancs, vérszívók ellen védi a kutyákat, hanem szúnyog ellen is. És ez kevés ilyen készítmény van. Tehát az általános készítmények, amiket használnak, ugye, azok csak a kullancs, meg a bolha ellen védenek, szúnyog ellen nem tehát. Szeretném ezt köztudatba beépíteni, hogy igenis gondoljanak rá, még most is, mert még most is van szúnyog. A november eddig nagyon enyhe, éppen ezért is kell még mindig odafigyelni a szúnyogok elleni védekezésre, tavasztól pedig ez szinte kötelező minden kutyatartó számára. De figyelni kell az élősködők elleni védekezésre is, a legelőről behajtott állatok esetében. Ilyenkor azt szoktuk javasolni, hogy juhászatoknál például nézzenek körül, vizsgálják meg a juhászok a juhaikat, ha olyan gyapjuhullást látnak, ahol ez viszketegséggel jár együtt, dörzsöli magát a birka, és a legerőről bejött birka, hogy bekerül a hodályba, a meleg, a pára ezeket a tüneteket felerősíti, tehát aki tapasztalt juhász, az ezt észreveszi. Ha rühösség van az állományban, feltétlenül kezeljék, én azt javaslom, állatorvosnak is szóljanak, mert el tud harapózni, és utána például a bárány leadásnál nem lenne jó, ha ezt gátolná, ugye, az árlat, mert az árlattal együtt jár. De ugyanígy szoktuk javasolni a paraziták elleni védekezést, hiszen a legelőn a szarvasmarha, a juh fellegeli a parazita petéket, és sokszor nem gondolnak erre az emberek. Juhászok igen, tehát a juhászok azok szinte minden ősszel féregtelenítenek, de például a szarvasmartartók nem annyira. Tehát én azt is javaslom, ha legelőről jön be a marha, van olyan injekció, készítmény, amitől ezek a férgek elpusztulnak, és akkor ne károsítsák az állat életét, a termelést ne akadályozzák. Ezek a legfontosabb őszi dolgok, amelyek érintik az állattartókat, a közelgő tél pedig természetesen majd újabb kihívások elé állítja őket.